Ez itt a kertemben a jelenlegi, legkorábban érő fajta, a Catalonia. Már mutogattam tavaly is, illetve az idén is már egy előző videóban, hogy június végén már kezdett zsendülni, kezdett színesedni. Behálóztam, hogy megmaradjon. Van néhány sérült bogyó, de talán lehet látni a színén, hogy teljesen besötétedett. Nagyon szép kis bogyói vannak, és meg is kóstolok egy szemet. Igen, teljesen jó. Érett, nem muskotályos, de finom sava is van, ropog, héja elolvad, nagyszerű. Sajnos csak ez az egy tőkén van belőle, jövőre majd tovább szaporítom. Tavaly oltottam a Prima Ukrajnát, és én nemigen ismertem régebben ezt a fajtát. Az idei év meglepetése úgymond egy rendkívül finom és nagyon korai csemegeszőlő fajta. Egy kicsit régebbi videóban már említettem a legkorábbi fajták között. Ilyen bogyói vannak, ilyen lapított gömb alakú. Ezek 10 g feletti bogyók, tehát jókorák. Nagyon ropog, finom, muskotályos, héja elolvad, magja nem zavaró. Ugyanakkor a bogyó mérete eltérő. Tehát nem egyöntetű a bogyó nagyság, ezt hibájául róhatjuk fel, ugye, tehát a piacosság rovására mehet ez a dolog egy kicsit, de nagyon meggyőző, nagyon szép citromsárga színe van, kőkemény, nagyon finom ropogós bogyók, rendkívül ízletes muskotája van. Nyilván nem vetem össze a késői csemegeszőlőfajták ízével, azt majd később teszem meg. Ha korai fajtáról van szó, akkor én az elsők között kiemelném a Prima Ukrajnát. Minden gyűjteményben vagy házi kertben ott van a helye, ahol a finom, tetszetős csemegeszőlőt kedvelik. Ez a fajta a Palmiati Uchitjelja. Nem kóstoltam még, most lesz az első, talán ezt a szép nagy szemet megkóstolom. Így néz tehát ki. Ez már tavaly is nagyon korán érett. Igen. Ez teljesen jó. Ropog, édes. Azért természetesen mutatom, hogy a nagy fürtöknél más a helyzet. Itt van egy ilyen kilós formafürt. Ez még ugye nagyon messze van. Nyilván kisebb terheléssel ez is egy júliusi fajta. Ha jobban megterheljük, akkor későbben érik. Ez egy másik Palmiati Uchitjelja tőke. Ez egy közepes méretű fürt, de nagyon-nagyon közel van az éréshez. Tehát ebben a hónapban ez már be fog érni. Egy hét és teljesen érett. Ez egy magyar magnélküli fajta, az Amur Seedless Teszlát Péter nemesítése. Én nem tudtam a fajtáról, hogy ez ilyen korán már érik. Nagyon hosszú ideig tőként tartható, magnélküli, illetve léhamagvú fajtának mondhatjuk. Nagyon szép citrom vagy borostyán sárgára színeződik, és nagyon finom ízű. Ezt már ugye tapasztaltam többször, megkóstoltam már. Így néz ki, nincs még teljesen érett állapotban, de talán a fürtön lévő bogyók színén is lehet ezt a sárga színt már látni. Vannak a tőkén sokkal éretlenebb fürtök is. Ezt már lehetne szedni, mert nagyon finom. Kóstolgatom egy ideje.
szuper ropogós, finom, egyelőre még a muskotáját nem érzem, de az is lesz hamarosan. Sajnos nagyon szeretik a darazsak, hangyák, hálózni kell a fürtöket, de én ezt ilyen mennyiségnél simán meg tudom oldani. Ezt a korai fajtát tavaly oltottam, tehát ez az igazi első termése, Garold, sárga színű muskotályos fajta. Még nincs erőteljes muskotája, egyes források szerint enyhén muskotályos, máshol viszont azt olvastam, hogy igen erős, jellegzetes muskotáj íze lehet. Fürtjei egyelőre közepesek, de én úgy gondolom, hogy ez a következő években majd jobban kiteljesedik. A fürt szerkezete ilyen ágas, tehát ez arra következtet, hogy nagy fürtjei lesznek, vagy lehetnek. Kilót elérő fürt is található a tőkén, hát ezt nem csomagolom ki, de talán érzékelhető, hogy viszonylag nagy fürtű, bőtermő fajta, állítólag komoly rezisztenciája is van. Hát ha a leveleket megnézzük, nem található rajta komolyabb betegség, tehát nem található semmi. Itt van már egy olyan fürt, aminek bizonyos bogyói, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy túl értek már, vagy megégette a nap, de hát állítólag ilyen színezettsége lesz majd. Tehát lehet ilyen borostyán színű is egy kicsit később. Egy biztos, hogy ez a fajta is júliusban már fogyasztható, legalábbis a fürtjeinek egy része. Kóstolunk egy ilyen érettebb szemet. Így látható a valódi színe. Hát igen, ezen már érezni a muskotájt. Ropogós, erőteljesen, elég jól olvad a héja. A magját összeroppantottam, tehát ez a fürt, ez érett állapotban van. Ez egy ígéretes fajta a kertemben, finom és nagyon korai. Ez egy orosz fajta, a Timur. Hát mindenféleképpen júliusban, július végén már érni kezd. Lehet látni, hogy nagyon szépen sárgul, és gyönyörű, kúp alakú, hosszúkás bogyói vannak. Nagyon szeretem ezt a fajtát, de nagyon sok hibája van. Az egyik hibája ez, hogy madárkásak lehetnek a fürtjei. Nagyon-nagyon szeretik a darazsak, madarak, hangyák. Van egy kis muskotája is, már ilyenkor is érezhető. És mindezekért hálózni kell. Ezek is hálózva voltak, csak most a felvétel kedvéért levettem. Lehet látni, döngenek a darazsak. Így hálózva hosszú ideig tőként tartható általában. Tavaly nagyon sokáig, még augusztus végén is volt belőle, és nagyon magas cukorfokot elértem. Jócskán 24 felett volt. Nagyon jó, stabil, kemény bogyói vannak. Sajnos nem minden évben hozza a megfelelő minőséget. Ez az idei év, ez egész jó eddig. Hasonló féleképpen a Timurhoz a Kodrianka is már elég régóta megvan nekem, 2015 óta. Nagyon szeretem ezt a fajtát is. Nem minden évben termékenyül tökéletesen, de egy nagyon korai, nagyon szép kékszőlő fajta, és már lehet kóstolgatni. Ropogós. A fürtjei természetesen ennél jóval nagyobbak lehetnek. Tehát én ugye mindig mondom, én egy gyenge homokon vagyok. Jó termőhelyen ez a fajta kilón felüli fürtöket is produkálhat. Nálam csak ekkorák. Kicsik is vannak. Bár ez a belső, ez elég jó nagynak tűnik. Lehet, hogy ki is csomagolom a felvétel kedvéért. Hát ez még nincs abban az érettségi állapotban,
mint ez a fürt, ez már szüretelhető elvileg. Tehát elmondhatom azt erről a fajtáról, hogy júliusban már lehet a fürtjeiből szedni. Ami mellett állok, ez a fajta már jó néhány éve megvan nekem. Nem újdonság, hogy július végén kezd érni. Ez a Julián. Valamelyik évben, azt hiszem 2 évvel ezelőtt a toplistám első helyezését érte el. Nagyon szeretem ezt a fajtát, mert júliusban már lehet szedegetni, és szeptemberben még szintén van belőle. Ezek a fürtök eléggé napos helyen vannak, ennek köszönhetik, hogy már bizonyos érettségi fokot értek el. A fajta színe sárgás, zöldes, rózsaszín. Teljesen rózsaszín csak akkor lenne, hogyha nagyon lerövidíteném a fürtjeit. Ez a fürt egy kicsit le lett rövidítve, és lehet látni, hogy jóval nagyobbak a bogyói, és talán egy kicsit színesebbek is, mint a többi fürt. Megkóstolunk egy ilyen szép nagy szemet. Bogyói jócskán meghaladják a 10 grammot. Ez olyan 15 grammos bogyó lehet talán. Később majd fogom mérni fürtjeit és a bogyóit is. Most ez még csak kóstolgatás. Többször kóstoltam természetesen, egy darab magja van, a héja olvadó, finom édes, ez a Julián.